Már jóval több, mint negyed százada indult a mi történetünk. A Vasnyakas Kft-t 2001-ben alapították, de a cég tulajdonosai 1985 óta dolgoznak együtt. Fő profiljuk az acélcsarnok építés. A fehérvári nagyvállalatok telephelyei közt jó párat ők építettek az évek során. Autószalonok, raktárcsarnokok és sportlétesítmények is szerepelnek munkáik között. A mostani fejlesztés összköltsége csaknem 160 millió forint volt. Ennek az 50%-át a Széchenyi terv segítségével teremtették elő. A több mint 2000 négyzetméteres új csarnokba két darab egyenként 3 tonna teherbíró képességű híddarút is szereltek fel a nagy tömegű acélszerkezetek belső mozgatására. A munkáink során mindig úgy alakult a helyzet, hogy az időjárásnak nagyon kivoltunk téve. Mire elérkeztünk oda, hogy a szerkezeteket festeni kellett, vagy a befejező szakaszba, akkor mindig elerett az eső. Most már ezeket a dolgokat ki tudjuk védeni ebben a csarnokban. Jelenleg egyébként a Kft-nél 20 fő dolgozik, de a fejlesztésnek köszönhetően 24 új munkahelyet is teremt majd egy éven belül a cég. Új telephelyet avatunk. Mivel közigazgatásilag Iszka-Szentgyörgyhöz tartozik a cég telephelye, a Kft. Az iparűzési adót is az iszkai önkormányzatnak fizeti. Mint a település polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, fejlődő cégek nélkül nincs fejlődő település. Amikor egyfajta fejlesztés létesül, amikor itt új munkahelyek teremtődnek, amikor egy cég azt mondja, hogy van hite a jövőben, ez azt jelenti, hogy az iparüzési adóbevétele a településnek nőhet, ami értelemszerűen arra szolgál, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket ma a 21. században az állampolgárok igényelnek, meg tudjuk lépni, meg tudjuk tartani az óvodai férőhelyeinket, és gyakorlatilag mindazt, amit szeretnének a lakók. Az új gyártócsarnok projektköltségének 10%-át környezetvédelemre, megújuló energiát felhasználó eszközök beépítésére költötték. Ezzel ugyanis a cég évente mintegy 2,5 millió forintot spórol.